Sziasztok! December 15-e van, már megint megyek a bevándorlási hivatalba, úgyhogy gyertek velem. Először is a munkahelyemre kell elmenni, mert ki kell kérnem a papírokat tőlük, és onnantól most mondjuk fényképet csináltatni megyek, mert ugye múltkor az a fickó ott aludt bent a fénykép csináló helyen, úgyhogy esik. Na, végeztem, másfél órába telt, mire sikerült leadnom a papírokat, meg elfogadták, meg minden, de most nem vagyok, úgyhogy szupi. Ezt pedig nézzétek, milyen király kilátás van itt, akár nem is tudtam. Srácok, van egy ilyen bolt itt, ahol nincsen eladó, meg semmi, csak kamerák, és minden ruhára ugye rá van írva, hogy mennyibe kerül, és te itt bejössz, és válogatsz, aztán itt veszel egy jegyet, és viszed a cuccost, amit akarsz. De most engem azért vonzott be ez a hely, ez se rossz amúgy, mert ilyen karácsonyi pulcsik vannak itt, és én sosem láttam. Sose találtam, mindig kerestem, de sose találtam karácsonyi pulcsikat itt. És ezek az igazi, olyan ronda karácsonyi pulcsik, mondom, úristen, hát itt most körül kell, hogy nézzek. Úgyhogy... annyira rondák, tök jó. Pont ilyeneket kerestem, bakker. Ja, meg ott a sorokban van egy pizza. Hey, yo, what the fuck? Szóval most elvileg én nekem itt meg kell vennem egy jegyet. Ez egy 1000 jenes cucc. Másnap még elmentem egy utolsó bevásárló túrára, azért mondom, hogy utolsó, mert ezt még nem tudjátok, de én hétfőn indultam Magyarországra, úgyhogy bepakoltam meg ilyesmik aznap, illetve egy ilyen otthoni karácsonyi vacsoránk is volt. Hétfő hajnalban pedig indultam is ki a reptérre, na igen, a bőröndöm törött volt, de jó. Még korán volt, úgyhogy szerencsére nem voltak sokan a vonaton. És az állomáson sem, viszont a reptéren már egy kicsit többen voltak, úgyhogy szerencsém volt, hogy ilyen korán kiértem. Gyorsan leadtam a bőröndömet, és mentem is élni az átmeneti reptéri életemet. Sziasztok! Nos, nem mondtam nektek eddig, de megyek Magyarországra. Reggel 4-kor keltem, vagyis hát inkább nem is aludtam, mondjuk így. És most itt kint vagyok a reptéren, és... szerencsére időben ideértem, át is mentem már a security-n, meg minden. Kicsit fostam attól, mert a Budapestre induló gépem, az átszállás arra a gépre, az kb. Másfél órám lett volna. De most írtak, meg jött az üszcsi, hogy késni fog a gép, kb. 2 órát. Yeah! Úgyhogy lesz bőven időm átszállni. Egyébként most Koreába megyek, és ott fogok átszállni, úgyhogy most először megyek haza karácsonykor, úgyhogy nagyon izgi, meg minden, tökre izgulok meg. De ilyen jó értelembe, értetek, na. Airport vibes. Menjünk. Most ugye először megyek haza karácsonyra, úgyhogy... mi ezt már mondtam? Mindenhol karácsonyi zenék mennek itt. Még egy utolsó négy irigbe dobok itt.
Na, meg ide a hajamat tesz. Látszok, eljöttem WC-re, azt mondja, backrooms. Lent a pincébe van a budi. Most már megyek vissza, de what the fuck. Nem, ezt miért kellett a pincébe rakni? Most értem ide Koreába, és az volt ráírva, vagy azt olvastam erről a reptérre, hogy nagyon gyorsan át lehet szállni. Azt gondoltam, hogy nincs több security, erre volt, és elvették az összes innivalómat, úgyhogy... Na, sziasztok! Ugye megérkeztem Koreába most. Ez a váltás, ez nem volt annyira drasztikus, mint a múltkor, mint amikor... Hova mentem? Szingapúrba. Nem tudom, ez az airport, ez az Incheon airport, ez egy ilyen okés szerintem. Még csak dél múlott, fél egy lesz, és késik a gépem 2 órát. Van egy kis sztorim, amit el akarok mondani. Ugye ezen a repülőn, ahol most ültem, ugye Oszakából ide, a mellettem ülő fickó végig a kokomelont nézte, mondom. És már megtaláltam a kaput, úgyhogy elvileg rendben vagyok. Vettem egy vizet, mert azt elvették tőlem. Már csak 13 óra, vagyis várakozással együtt, még egy 15-16 óra és Pesten vagyok. Úgy srácok, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én leszálláskor kb. Meghalok. Szétrobban a fejem, meg ilyenek. Itthon vagyok. Itthon vagyok. A hétfő éjszakát Pesten töltöttük, és másnap indultunk el Pécsre autóval. Itt vagyunk a Pepco-ban, mert anyám még azt mondták, hogy ez olyan, hogy 100 jenes egy Daiso. Hát, lehet. Na, köszöntöm szépen! Örülünk, hogy itthon vagy! Yeah! Még be se jelentkeztem egyébként, most akartam bejelentkezni reggel, hogy hello, megérkeztem, mert még nem mondtam, csak ilyen bizonykat csinálok, ilyen kis videókat. Sziasztok! Készül a mézes kalács házikó. De ezt most teljes egészében... Azt hittem ilyen gyors. Na figyú, az lesz, hogy mind a két oldalát bekenem. Te meg így szépen rárakod, de szépen, és várjál, nehogy fordítva. Gyerekek, ezt csak felnőttel csinálhatjátok. Ezt az Adri nem is csinálhat, ez csak én csinálhat. Igen, ez nagyon veszélyes. Ezt majd le kell valahogy. Gyerekek, hát nekem nincs itt egészségbiztosításom. Köszönöm, hogy nem.
És én másnap reggel ismét útra keltem, méghozzá a MÁV-val. Már megint Budapestre mentem, ezúttal Adri hívott meg egy eseményre, amire ketten mentünk el csütörtök este. Másnap pedig barátnőmmel találkoztam. Ja, kettő ugyanolyat szeretnék majd kérni mindenből. Pick up. Egy fork. Villa. Freak. Tészta. Villa. Freak. Kijelző. 455-ös lesz a mi számú. Rendelés! Grande Bianco! Mit teszel? Aztán Bianco. Szaftos, nagyon jó. Egyél te is. De vártam már. Hello, skacerátorok! Itt vagyok Pesten, nagyon szép idő van. Meleg, nyárias éghajlat. Nem kapok levegőt. Itt van Szümire. Hogy hívjalak? Itt van ő. A nagy ő. Az építő. Az építő, így van. És... Már 6 éve nem találkoztunk, ugye? Így. Ugye? Hát nem igazán. De várj, az biztos 6 éve? 2019. Hát most 23 van, 1, 2, 3, 4. Csak 4? What the fuck? Miről beszél? Igen, 4 éve akkor. 4 éve. Eljönk a karácsonyi vásárba végre. Kürtös kalácsra várunk, mert itt olcsó. Mint a Kál vásárba. Mennyi ott? 2500 körül, vagy még több. Az igen, itt ennyi. Igen. Frissen kaptuk. Még meleg. Wow. Nagyon jó. Még gőzölök, meg minden. Hát azt keresünk, ja, de csak ilyen mizeik vannak itt. Ilyen műtyűrök. Szappan esetleg. Kocintás! Azt, hogy mondják egészségedre. Kampai, yeah. Meg Gesundheit. Gesundheit, meg Csin-csin, vagy mi? Ez az olasz. Cheers. Cheers. De mit kértél? Én puncsot rum nélkül. Igen, nem akarunk ma berúgni. Nem, majd. Valamikor. Mikor, ja? Semmikor. Nem, mi már nem iszunk. Nem. Kivéve ezt. Mert ez igazi, ez bor. Ezt már beszippantottam az alkoholt az előbb. Oh, ez jó. Jó. Kicsit mondjuk lehetne több cukor benne.